Ugorj a képbe! Vannak, akik imádják a város nyüzsgését, és nem tudnák máshol elképzelni az életüket. Olyanok is akadnak azonban, akiket nagyon megterhel a városi lét. A város egy kétarcú képződmény. Kellemes és elviselhetetlen. Nem volt ez másképp a 19. század végén sem. Az impresszionista festőcsoport azonban inkább a városi lét pozitív elemeit próbálta meg megragadni, megfesteni. Egy idős impresszionista festő fiatalos képét választottam, Camille Pissarro Montmartre sugárút című művét, franciául a címe Boulevard Montmartre, és van egy alcíme is, Délután napsütés. A festmény jobb alsó sarkában van egy szignó, és az is jelzi, hogy 1897-ben készült ez az olajkép. Jelenleg az Ermitás Múzeumban van, eredetileg egy Ryabusinski nevű gyűjtőnek volt a gyűjteményében, onnan a forradalom után a Tretyakov képtárba került, majd a Nyugati Művészet Állami Múzeumába, és innen vette át az Ermitás 1948-ban. A képen egy széles városi sugárút egyenes szakaszát látjuk. Direkt utána néztem a bulvár Montmartre 35 méter széles, melynek házsor van mindkét oldalán, ezeket perspektivikus rövidülésben látjuk. A házak jellegzetes párizsi homlokzatúak, a tetőkön valóságos kémény erdőt láthatunk. A házsorok földszinti helyiségeiben üzletek, kirakatok, kávézók, helyenként napellenző van felszerelve. A két széles járdán tömeghömpölyög, bódék és hirdető oszlopok között. A kocsi úton pedig kaotikusan, körülbelül 6 sávban haladnak a lovaskocsik. Az előtérben van egy járdasziget, ahol egy közvilágítási lámpát is láthatunk. Ez a lámpaoszlop, mint egy tengely, majdnem a kép közép tengelyében van. A házak és a kövezett út szigorú szerkezetét csak a fák oldják fel egy kicsit, ezeknek a girbe-gurba ágai hozzák be a képbe a természetet, a mérnöki formák mellé az organikus formákat. A fák a télnek megfelelően lombtalanok, összességében a képnek, bár süt a nap, látjuk, mégis inkább télies hangulata van. Camille Pissarro apai ágon portugáliai zsidó felmenőkkel rendelkezett, de az apja már Franciaországban született. Ő maga azonban az Antillákon, egy olyan szigeten jött világra, ami akkor dán fennhatóság alatt volt, tehát Camille Pissarro egész életében dán állampolgár volt. Mivel apja kereskedő volt, eleinte úgy volt, hogy ő is ezt a szakmát folytatja, azonban 1855-ben szakított, ezzel a pályával Párizsba ment, itt festőket és műalkotásokat, stílusirányzatokat ismert meg, és végül az impresszionista művészcsoporthoz csatlakozott. Az impresszionista mozgalom egyik vezérének tekintették. Érdekes, hogy ma már Monet, Degas és Renoir neve mellől valahogy kipottyant az ő neve, kevesebben ismerik, holott ő volt az, aki a legtovább megőrizte az impresszionista stílusát. Tanácsokat adott festés terén Cézannak is, és Gauguinnek is, tehát egyfajta ilyen apa figuraként működött. Sokáig őt tartották a legfalusiasabb impresszionistának, mert szerette a francia vidék kedvelt motívumait festeni.
Az úgynevezett sur le motif festésmódot gyakorolta, ami azt jelenti, hogy kiállt a motívum elé, amit éppen meg akart örökíteni, és az ott szerzett benyomásai alapján lehetőleg ott a szabad ég alatt fejezte be ezeket a képeket. A kiválasztott vidéki helyekre általában hónapokra oda is költözött, volt, hogy pár évre is akár, és lelkesen kereste ezeket a festői motívumokat. A vidéki élet, a paraszti munka jellegzetes elemeit jelenítette meg. Ehhez képest elég érdekes, hogy az impresszionista festők közül ő lesz az a legnagyobb városképfestő az 1890-es évektől. Ennek voltak személyes egészségügyi okai is, ugyanis visszatérő szem problémákkal, szemfertőzéssel küszködött, és 1893-ban felkeresett egy párizsi orvost, aki azt tanácsolta, hogy kerülje a port, a szelet és az erős napfényt, hogy a szeme ne irritálódjon. Így aztán úgy döntött, hogy Párizsban különböző hotelszobák vagy bérelt lakások ablakából, lehetőleg minél magasabb emeletről, próbál meg utcaképeket festeni. A magas emelet azért is hasznos volt, mert elég tágas kilátás, szinte madártávlatszerű kilátás állt a rendelkezésére, és minden bizonnyal megszerette ezt a témát, hiszen a további években nagyon gyakran visszatért a fővárosba, főleg a téli hónapokban, hogy újabb és újabb látképeket fessen. Nem csak a Boulevard Montmartre-nál festett, ez a kép például a párizsi Cité szigetén készült, és történetesen éppen a Budapesti Szépművészeti Múzeumban van. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy rákapott a sorozatokra, tehát nem Monet volt az egyetlen, aki sorozatokban örökítette meg a várost vagy a természetet, hanem Pissarro is megfigyelte, hogy mennyire más az utca hangulata reggel, délben, este, télen vagy tavasszal, és ezt örökítette meg. Ezek a képek, amelyek közé ez a választott képünk is tartozik, a Grand Hotel de Russie, azaz Oroszország nagyszálló balkonjáról készültek, mégpedig 1897. februárja és áprilisa között. Ez alatt 14 képet készített erről a látványról a festő. Ezt a szállodát sajnos 1923-ban lebontották, úgyhogy csak ez a régi reklám mutatja, hogy hogyan is nézett ki az épület. A Boulevard de Montmartre-ról természetesen maradtak fönt fotók is, ez például 1870-ből. Maga ez a sugárút egyébként nem a Montmartre-on van, a nevét az egykori Montmartre kapuról kapta, és érdekesség, hogy egy hosszabb sugárútnak mindössze egy 200 méteres szakaszát nevezik így. Ez pedig egy kicsivel későbbi fotó 1906-ból, majdnem ugyanabból a nézőpontból, ahonnan Pissarro a képeit festette. Készült tehát egy egész sorozat, aminek most néhány darabját azért felvillantom. Ez például a Boulevard Montmartre téli reggelen. Ez pedig a Boulevard Montmartre a húshagyó kedd napján, ekkor ugye a párizsi karneváli felvonulást láthatjuk az utcákon. Ez a tavaszi reggel, itt már látjuk, hogy kezdenek a fák zöldelni.
És van természetesen éjszakai kép is, a Boulevard Montmartre éjszaka, a városi festészetnek eleve nagyon nagy kihívása volt a mesterséges fényeknek a bemutatása. Itt ugye éppen világít ez a bizonyos utcai lámpa, amit minden egyes képen láttunk. A sorozat képeinek a jellemző mérete 65x81 cm, ehhez képest az általam választott délutáni napsütéses kép egy picit nagyobb. Láthatjuk, hogy oldott, foltszerű módon ábrázolja a látványt, nagyon rövid, laza ecsetvonásokkal. Ettől igen dinamikus és olyan rohanós hatású lesz a kép. Sokak szerint a szembetegsége is hozzájárulhatott ahhoz, hogy nem használt ilyen precíz körvonalakat. A város ábrázolása nem ünnepélyes, nem hivatalos, hanem a hétköznapi városi valóságot próbálja megjeleníteni. Egyértelmű, hogy hatott rá az impresszionizmust követő irányzat, az úgynevezett pointillizmus, akik ugye apró pöttyökkel alakították ki a képet. Ő azonban keverte a színeket, nem úgy, mint a vérbeli igazi pointillisták, akik csak az alapszíneket használták. Emellett azt is látjuk, hogy ezeken a képeken nagyon fontos az ő számára a rend, az arány és a szerkezet. Az emberi civilizációban maga a város, mint létesítmény, valamikor Krisztus előtt 6000 körül jött létre, az első ilyen, aminek ismerjük a nyomait, Csatalhöyük, jelenleg Törökországban. Innentől kezdve a város nagyon-nagyon sokat fejlődött, nagyon sokat változott, mind kinézetében, mind szerkezetében, mind funkcióiban, de a legtöbbet talán a 19. században módosult. Ebben az időszakban a közlekedésnek és az iparosodásnak köszönhetően elképesztő tempóban fejlődtek és népesedtek az európai nagyvárosok, és a festészetben éppen az impresszionizmus fedezte fel ennek az új fajta jelenségnek a festői értékeit. Ennek, mint mondtam, fontos része volt a mesterséges fények megjelenítése, ez azonnal felkeltette a festők érdeklődését, és a pezsgő, hangosan zajló élet egyértelműen a modernségnek a vizuális szimbóluma volt. Aki olvas 19. századi francia regényeket, az tudja, hogy számtalan műben megjelenik a nagyvárosi, a párizsi zajgló élet, például Maupassant vagy Zola műveiben. Amikor ezt a képet festette, Pissarro egy 67 éves, idős ember volt, meggyengült látással. Mégis elképesztően jól átadja azt a kellemes izgalmat, amit egy nyüzsgő város okoz. Nagyon jól megragadja a különböző napszakok hangulatait, szinte halljuk a zsibongást, és érezzük az illatokat. A városi látképfestészet és a szajnaparti amatőr festők hosszú évtizedeken át ezt az impresszionista, pointillista stílust használták, mert a vibrálást és a fények játékát jól visszaadja. Elgondolkodtam, hogy a mai városról lehetne ilyen festményt alkotni. Talán a film jobban visszaadja. De lehetne vajon ilyen szerethetőnek látni a nyüzsgő utcákat, a hömpölygő tömeget? A város, mint civilizációs képződmény, az emberi közösséget kell, hogy szolgálja. És Pissarro képein ez még átélhető. Ugorj a képbe, ha elmerülsz, kincsekre lelhetsz. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Iratkozz fel, kövesd a csatornát, és nézd meg, hát ha van még a régi videók között olyan, amit még nem láttál.